Ső mindenkinek. Ezek szerint fasz, mert van hangja a játéknak. Minden rendben, kivéve az, hogy a karakter már megint itt van. Kezdő város, kezdő házában, étlen szomjan esőben, ki tudja hány órakor, és úgy tűnik, hogy a mai alkalomnak a fő szempontja az, hogy visszajutni a fővárosba megint, mert természetesen megint bekapcsolva maradt a generátor a tettőn. Azt megint nem volt olyan -e jó a nagyszülő vagy szülő, hogy azt gyorsan lekapcsolja helyettem, úgyhogy ezt kell csinálni. Úgyhogy összegyűjtök pár útravalót, gabonát, ilyen eszegetni valót, csipegetni valót. Ebben a városban gyorsan kikupálom a karaktert, hogy képbe legyen. csapexi, Peksi! Deni zombiölése? Hát most nem lesz zombiölés, mert meghalt a karakter sajnos a nagy zombiölésben legutóbb. Úgyhogy most hazajutás lesz. Gyorsan egy pillantást vetek a térképre, hogy mégis mi a szituáció. Már egészen belaktam a város egyik részét. <laughs> Tehát ott már tök otthon érzem magam ezen a környéken. De hát még rengeteg elfoglalni váró Elfoglalása váró terület van, viszont most itt vagyunk a kisvárosban. El kell jutni a biztonságos pontig, hogy ott felkészüljek. Mit jelent a felkészülés? A karakternek készen kell állnia, feltörni bármikor egy autót, tehát az alapgettós kísérlet, vagy alapgettós kiképzésen kell átesnie, mielőtt útra merek vagy nem tudom, hajóra, vagy vízre, vagy mi az, autóra merek szállni vele. Tehát vezetési képességeimet ismerve tudom, hogy legalább két autó kell ahhoz, hogy eljussak a fővárosba, ezt pedig csak egy olyan karakter tudja szakszerűen megoldani, aki tud autót lopni. Úgyhogy ez a, ez a fő kihívás, nagyon nagy fájdalmat okoz, hogy megint nulláról kell kifejleszteni a karaktert. Azért előző karaktert is megkedveltem már, szóval ideje jelentős részét törött lábbal magát vonszolva kellett érvényesülnie, de így is kifejlődött, szép, erősre szól. Azért karakter folyamatosan fejlődik, és még így is, hogy fel van gyorsítva a fejlődés, azért egy igen nagy szálka az ember seggébe, amikor Nulláról újra fel kell építeni a karaktert. Megpróbálok gyorsan szerezni egy órát. Kiderült, hogy azt szeretem tudni, hogy mennyi az idő. Úgyhogy uh, lehet, hogy lezúzok pár zombit hazafelé menet. Most a sikerélményt azt szolgáltatja, hogy azért elég gyorsan, rohamosan fejlődik, kapkodja magára a tapasztalatokat a kollega. Nem fél belevágni az újba, egyszerűen csak tolja. Tolja az ipart, és fejlődik benne minden. Az emberi élet az úgy működik, hogy amit csinálsz, abban elkerülhetetlenül fejlődsz ezt a karakter. Karakter most bizonyítja számunkra, eszközkezelést is kap, mindent kap. Úgy ért már a baseball ütőhöz, mint hogyha a karjának meghosszabbított része lenne. Na, Bakkancs, köszönöm, ezt elveszem, ha nem baj. Fel is húzom. Ez azért mégiscsak védelem. És klasszikus szaróra. Itt is egy ilyen szaróra, hát nekünk karóra kellene igazából. Talán neki van egy. Hát, hogyha még egy teljes tűzoltó ruhát, vagy valami nagyon védőértékű ruhát tudnék szerezni, bár lehet, hogy otthonról hozok megint egyet. Neki is kattanai csizmája van, milyen ügyesen felszereltek itt az emberek. Ráadásul lehet, hogy az övé jobb, mert az enyémnek fele ki van szakadva. a ezt. Az is ki van szakadva. Ballában nincsen. Nincsen igazából védelem. Szeretett tudni, mennyi az idő. Persze, hogy szeretem a karakter, cirkadiá ritmusát tudom szabályozni vele. Időmúlása relatív. Viszonyítás kérdése. Ó, <laughs> oh, megint kezd előtörni belőled a bölcsész tudós, mi? Hát relatív. Nem mindegy, hogy az embernek a fogát húzzák, vagy épp egy kellemes randin Mind a két esetben kicsit máshogy telik az idő. De fizikailag is amúgy. Szóval tényleg relatív az idő, mondjuk nem itt a bolygón, szóval. Hát itt a bolygón mi nagyjából ugyanazt az időt éljük meg, bár tény, hogy aki kocsiba száll, az egy kicsit idő utazik ahhoz képest, aki egy helyben ül otthon a kanapén. Nagyon érzem, hogy a karakter ügyetlen. Hosszú ideig fog tartani, mire teljesen betöröm újra ezt az emberkét. Ott egy óra. Kinél volt az az óra? céide. ide? Balcsukló. Na! Szóval a mai játék az már egy sokat látott játékélmény lesz, tehát megint ez a újrakezdéses téma, ezt már mindenki ismeri, és mindenki unja, de sajnos megint végig kell menni, mert minden, mindent, amit játszom, azt szeretném dokumentálni. Nem tudom, hogy ez milyen belső igény, már kicsit zavar is, mert attól félek, hogy a YouTube-on egyszer majd elvész a, elvész a dokumentáció. Nem bízom a YouTube végtelen szervereiben, és elég sok adatot szarok oda, mi van, ha a helyi YouTube-on, és kárba vész a sok munka, amit most itt játékkal igazolok. Önigazolok jelenleg. Az idő rablását, amikor meg, megrabolom magamat idővel, azzal, hogy ilyen gagy játékokkal játszom, azt azzal próbálom önigazolni, hogy hát de hát tartalmat készítek, és megörökítem az életemet, ez, ezzel hazudok magamnak. Ami egészen addig, amíg elérhető az adat, addig lehet, hogy igaz is. Legalábbis hinnem kell bennem. Lehet egy új, mun lett egy új munkahelyed, nem tudod, mondta-e, egy autóalkatrész raktárban, te adod fel a csomagokat, papírmunka, szkennelés, ragasztás, ellenőrzés. Jelentős részét a munkakörödnek én is csináltam már. <kül> És milyen a környezet? Hány évesek a munkatársak? Van-e már ott legjobb barátod? Van-e már íróasztalod? Van-e már saját kis szekrénykéd? Szorítanak-e már helyet neked az asztalnál az ebédnél? <laughs> Milyen a főnök? Kell túlórázni? Nekem nincs munkám. Mármint Nyugdíjas vagyok. Mostában szeretek így bemutatkozni, én nyugdíjas vagyok. Drágám a nyugdíjam úgy. Költséges mutatvány. Nyugdíjasnak lenni, lopni az idő egész nap. Sok pénzért. Viszont, <kül> szóval, hogy most ez a játék erre feltétlen szükség van dokumentáció miatt, tehát látnunk kell megint ugyanazt újra, meg újra, meg újra, meg újra, ahogy karakter a semmiből kifejlődik, és visszajut a fővárosba, ez az élete első, legnagyobb kalandja, ez a születés. Születés folyamata. Minden karakternek egy születési próbát kell kiállnia, vissza kell jutni a fővárosba, és csak akkor kezdhet el teljes karakterré válni. Ez az élet iskolája. Meg kell tanulni az autószerelést, meg az ilyen kacatokat. Ezek már romokban vannak, ezek az autók, úgyhogy lehet, hogy elmegyünk. Na és, hogy tényleg legyen valami minimális értelme ennek a dokumentációnak, az lesz a, a műsor, hogy megint Pál Ferit fogunk hallgatni. Pál Feri az mostanában nagyon jót tesz nekem. Lelki egészséget szerzek általa, gyógyul a lelkem tőle. Jó van, azért nincs megtépázva nagyon a lelkem, de azért mindig van hová gyógyulni. És uh, Pál Feri hát nagyon jól csinálja ezt a lélekgyógyítós mutatványt. Nagyon szeretem az előadásait, nagyon sok előadása van, nagyon megnyugtat a hangja, tetszik a példája. Ne bontsad a házam, paraszt! már is érezhet, hogy karakter mennyire képben van egy szaros baseball ütővel. Kedvesek, az első a... Mi? Ez az első menedékhely, igen. Igen, a legelső. Itt vetettem meg lábaimat. Ez, ez a fő hadiszállás, a HQ. Még mindig nincs kész teljesen, tehát még kellene ide egy asztal, arra a mikro, meg ilyen kacatok. Meg, meg, ugye itt is akkor meg lehetne csinálni azt, hogy azért ki lehet menni a tetőre, oda is fel lehet most már hegeszteni az esővízgyűjtőket, és lehetne csapot is csinálni ide. Az egy nagy hardcore előrelépés lenne, de ezt majd talán egyszer. <laughs> hogy foglalkozzak ezzel? <laughs> de megy a generátor a fővárosba, ezt le kell kapcsolni. Mindenképpen majd vissza kell ide jönni. Na, hát akkor kezdjük el a fontos tennivalókat. <laughs> szóval ezt hordom. Bőrkesztyű, azt is hordom. Szóval Pál Feri az nagyon jó. <kül> Kellemes meditatív hangja van, mint egy katolikus pap, akinek hivatása az, hogy szeretni másokat. Ez egy hivatás, ez a papi hivatás, hogy közvetíteni kell a Jóisten szeretetét, meg minden sugárzik belőle a szeretet. Tehát szeretettel csinálja azt, amit csinál, ezt érzem. És nagyon, nagyon modern, nagyon modern papról van szó, aki bár alapoz a bibliai meg a vallási dogmákra, de mégis a példabeszédében felismerhető az, hogy mennyire modern megközelítésben kezeli, modern pszichológiai meg modern tudományos eszközökkel kezeli a példákat, saját példákat is hozza, amelyeket tapasztal, nagyon sok emberrel találkozik ez a pap, Youtube-on folyamatosan terremeli a videókat, a szentmisét is kirakja, és kiderült, hogy a szentmisének. A szentmise volt az első podcast a világon, amikor egy hívek összegyűltek a templomban, volt valami vallási rituális bullshit, ilyen, nem tudom, ostyákat tördeltek, meg bort iszogattak, papék, meg csöngettek, meg imádkozgattak, meg letérdeltek, fölálltak, ilyen egy szentmise nagyjából. Gyerekként nagyon tudja unni az ember, de ingyen podcast van a közepén, va az-e? Szentbeszéd, vagy ne, mi a szar? <kül> vagy prédikációnak hívták ezt még annak idején. Prédikáció, ez gyakorlatilag egy podcast, amikor előadást tart a pap. Na és nagyon jók ezek a podcastek. <kül> Úgyhogy euh, még azt is szoktam néha nézni, bár, bár ezeket a szentmiségeket azért nem szívesen nézem végig, mert még máig is sajnos unom. Nagyon-nagyon törekedtem egyszer végül egy de nem sikerült. Úgyhogy, szóval <kül> Pál Ferinek tele van a Youtube csatornája jobbnál jobb videókkal, másfél órás videók is előfordulnak, ilyen remek előadások mindegyik mélyen pszichológiai téma, gyakorlati pszichológiai téma, tehát egyfajta coachingnak is fel lehet fogni, de legalábbis pszichológusi fogadóórának is, fogadóórának is lehet tekinteni. Pál Feritól. Úgyhogy ezzel, ha hallgatunk meg tőle előadásokat, mert nagyon, nagyon jót tesz, egészséges. Olyan, mint egy vitamina léleknek. és azért szükség van vitaminre, ezt senki nem tagadja. Úgyhogy lelki vitamint fogunk majd szolgatni. Közben karakter pedig szépen összerakja újra az életét. Ne, sikit Pexi, mi a baj? Mit ne? Nem akarod? Karakter kicsit aludna, de nem tud. A játékban jól bevált technika az, hogy bőrben börbent kell inni ilyenkor. Egy egész üveggel. Az majd elszenderíti. Inkább mesélj nem tudok mit mesélni. Egyébként még arra gondoltam, hogy elképzelhető, hogy elképzelhető, hogy szükség lenne még pár ember a cseten, aki folyamatosan tolja a szöveget, mert sokkal egyszerűbb úgy dumálni, hogyha valaki arra reflektál. Szóval most, mostanában rendszeresen jelen vagyok a twitch -en nézem a jó, jobbnál jobb műsorokat, egész sok jó műsor találtam itt a twitch is, ami nagyon tetszik. A retro, retro ki a pék? Retroaktív. Retroaktív, az bizony, az nagyon jó. Retroaktív csávókai, egy nagyon jó YouTube csatorna. Aztán, vagy mi a szar Twitch csatorna? Aztán ott van még a Mukika Baszki. Mukik az mekkora császár már ő, ma te érettségi felkészítő előadásokat tart a Twitch-en. Megteszi. Nagyon jól csinálja, amit csinál. És akkor <kül> tegnap találtam még valakit. Kisagyszon, kisagyszony, az tegnap csillagászati videókat csinált. Amatőr csillagászati, gyakorlati csillagászati feladatokat tanított amelyben azt mutatta, hogy hogyan kell az eget szemlélni, hogyan kell olyan koordinátorendszert választani az égen, amelyben követhetők a csillagok mozgásai, meg az ilyen egyebek. Tehát marha jó volt, az nagyon tetszett. Ezt szerintem kiégettem. Meg akkor, hát, hát ugye van egy csomó játékcsatorna, amire fel vagyok iratkozva mostantól. Azok is nagyon jók. De hát vannak még azért ilyen titkos Twitch csatornák, amik nagyon értékesek. <kül> szóval is ezt fogom csinálni, hogy most talán már én is próbálok egy kicsit twitchezni, mert az vidám. Elemel távolítása. <kül> üzemanyag hozzáadása, akkumulátor, és van fény. Na, megvárom, a még a bőrben kifejti hatását, és akkor igazából készen állok. Nem van a két fontos alkatrész, még csinálunk egy kicsit olyat, hogy baseball ütőbe szegecseket ütögetünk. Nincs valahol szög. Gyógyszereket is lehet, hogy kérem a vételeznem. <kül> De az ráér. Titkos csatornák? Tudod, melyikre gondolsz? Igen. Az nem tudom, hogy ő... Nem tudom, hogy mi a csatorna készítőjének a célja. De még, amíg nem dönti el, addig nem akarom reklámozni. Aztán szívesen reklámoznám, mert amúgy a tartalom az nagyon fasza. De ritkán nevetek fel így magamtól így sötét szobában ülve, egy streamet hallgatva, de előfordulnak olyan csatornák, ahol ez sikerül. És nem azért, mert gáz tartom, hanem azért, mert szellemes a tartalom. Szellemet látok benne. Ki az fasza. Ja, úgyhogy ilyenek vannak, és akkor én, én pedig úgy próbálok majd hozzájárulni ehhez a Twitch közösséghez, hogy amíg, amikor nem tudok dumálni, akkor viszont hagyom, hogy olyanok dumáljanak, akik tudnak dumálni. Például Pál Feri atya. Egyefen elviszek egy nadrágot is. Karakter elkezdett támosodni, ez kedves tőle. Szögeket még azért szívesen találnék. Na. Hát kikapcsoltam a mikrofont, elmondtam pár okos gondolatot <laughs> kikapcsolt mikrofonnál, és most elolvastam a szöveget, hogy... <laughs> szóval, ja. Néha előfordul, hogy iszom egy kortyot, és akkor kikapcsolom a, a mikrofont. Aludjon a karakter. Épp azt magyaráztam, hogy milyen hatással van rám a, az, amikor a twitch sokan néznek, mert hogy nem tudom, hol hajtom abba a szöveget, akkor elkezdem az elejéről. Hogy sok twitch műsorvezető azt nyilatkozza, hogy ő igazából introvertált, és ez csak egy eszköz számára, hogy, <coughs> hogy a twitch így meg tud jelenni, mert így meg tudja élni azt, hogy milyen lehet extrósnak lenni, meg végre így ki tudja fejezni magát egy kicsit. Sokáig nem volt hang, hát az szép. A rutin meg az évek, mi? Dolgozik bennem. És hogy én annak ellenére is, hogy streamelek, én tényleg intrós maradtam, szóval csomó streamer nem hiteles a szememben olyan tekintetben, hogy látom a viselkedésén, hogy ő már régóta extrovertált meg, a, amit elmond az életéből, hogy mit szokott csinálni, az alapján is én már levonom a következtetést, hogy ő simán extrovertált. Na mindegy, és igazából én is túl lámpalázas vagyok, és nekem nagyon tetszik a Youtube-ban, meg a Twitch-ban, hogy reklám nélkül gyakorlatilag esélytel, hogy megtaláljanak. Én ezt ki, ki tudom használni. Szóval amikor meglátom, hogy egy műsoromat mondjuk 5-6 ember néz, akkor faszán előjön belőlem a lámpalász, hogy most mégis ez, ez, már azért sok ember. Szóval itt azért már jól meggondolom, hogy mit mondjak a, a, műsorban. Ráadásul azt is észrevettem, hogy a személyiségemet megváltoztatja az, amikor sok ember sok embert mutat az, aki számláló a twitch vagy nem tudom, a streamer alkalmazás, hogy hányan néznek. Szóval megváltozik az embernek a személyisége. Megváltozik a személyiségem. Ugye megfelelési kényszer alakul ki, hogy megpróbálok Megpróbálom szórakoztatni a népet. Azt feltételezem, hogy az emberek biztos szórakozni önnek ide, hogy nevetgéljenek, hogy vicces dolgokat mondjak, és hogy ezáltal egy pillanatra ők is nevessenek, és hogy ezt keresik az emberek, ez a feltételezésem. És akkor megpróbálok így sajnos euh, megfelelni ennek az általam kitalált igénynek, mert nem biztos, hogy ez az igényük az embereknek, hanem ezt gondolom, hogy ez az igényük. Mert az ember az mindig így megpróbálja <kül> megpróbálja kitalálni, hogy a másiknak mi lehet az igénye, hogy jó legyen. De is igazából ez nem is személyiségváltozás, mert nem a személyiségem változik meg, hanem ez, a szem, ez is a személyiségem része. Tehát Én megfigyeltem magamon azt, hogy minél egy különböző méretű csoportokban, különböző méretű közösségekben máshogy viselkedem de szerintem ez egy alapvető emberi jelenség, szóval ez minden emberrel így van, tehát az ember alkalmazkodik a közösségéhez, és amikor nagyon sok ember alkotja a közösségét, akkor, akkor ugye mindenkinek meg kell felelni egy kicsit, és kell találni a magában egy olyan személyiséget, amely átlaga azoknak a személyiségeknek, amelyeket feltételez, hogy a mások elvárják tőle. Nem tudom, ez érthető -e. Csá... Csurata, mondjuk. Csurata. Jó reggelt, kihányok. És az a baj, hogy ez megjelenik a streamelésnél is, tehát hogyha így véletlen azt látom, hogy túl sokan kezdenek nézni, ami mondjuk azt jelenti, hogy hat, akkor megjelenik ez a fura érzés, hogy jaj, most nem mondhatok akármit, nem, nem viselkedhetek úgy, ahogy most legszívesebben viselkednék, mert nagyon fel vagyok készülve arra, hogy amúgy egyedül ülök egy szobába, és egy játékot tolok. Szóval én most úgy érzem magam, vagy olyan szituációban érzem magam, egyébként pont ezt idézi elő a Streamerés, hogy az ember egymagában, az introvertált emberek egymagukban érzik legjobban magukat. Tehát akkor tudnak igazán feltöltődni. Amikor emberek jelennek meg, akkor így nagyon rákapcsolódnak a, a másik emberre, hogy próbálják így monitorozni, hogy tükörmemóriájuk, vagy tükör neuronjaikai megpróbálják leképezni azt, hogy mit érezhet a másik, és hogyan lehet a másikon segíteni. Vagy hogy jó legyen neki. Próbáld inkább magadat adni. Az, a, az Igen. Erről van szó, tehát az ember az mindig önmagát adja. Vagy hát mit, mit, mit számít az embernek az, az, hogy mikor önmaga az ember? Mert az, akkor is én vagyok, hogyha sok ember között kell szerepelnem. Tehát nekem kellett az iskolában ilyen előadásokat tartani, ki kellett állni, mit tudom hogy húsz ember elé, és el kellett mondani valami tudományos búcsitet. Akkor is önmagam voltam, de a szituációnak megfelelően kellett önmagamat adni. Leginkább akkor érzem magam komfortosan, akkor érzem leginkább önmagam, amikor egyedül vagyok. A szegeket nem raktam mégis a baseball ütőből, ugye? Minek az? Szóval ilyenkor is önmaga az ember, de azért mégis a közösségtől függően, hogy milyen emberekkel találkozik. Nyilván az ember más, máshogy viselkedik a haverjaival, mikor haverokkal jön össze, tudom, találkozik négy-öt haverjával, vagy hogyha találkozik egy-két barátjával. Tehát a barátokkal már is máshogy viselkedik az ember. Kialakulhat egy olyan jelenség, hogy a barát mellett úgy érzi, mintha szabad lehetne, mintha azt is megcsinálhatná egy barát mellett, amit egyedül szokott. Ugye egyedül azért elengedi magát az ember, és kényelmesebben érzi magát, nincs semmilyen stressz helyzet. Na és a videózás az ezt teremti meg. Tehát én itt ülök most a kis szobámban, játszok ezzel a szarjátékkal, és én tök úgy érzem, mintha egyedül lennék, és önmagamban beszélnék, ami teljesen kényelmes számomra, viszont csak az, hogy ott látok egy ilyen számot, hogy három néző jelen pillanatban, az már is képes módosítani hogy tud a tudatállapotomat, hogy nem vagyok egyedül. Minden ideg azt mutatja, hogy egyedül vagyok, tényleg egyedül vagyok a szobában, de mégse vagyok egyedül. Ki tudja, hogy ki hallgat? És ez általában zavarna, tehát lehet, hogy vannak olyan emberek, akik zavarnának, hogyha hallanák, amit mondok. Tehát konkrétan vannak emberek, akik, akikkel nem osztanám meg azokat a gondolatokat, amiket most megosztanék, és lehet, hogy itt vannak, úristen. Na, az jó para lenne. Ja, szóval, és ezt <coughs> ezt a mechanizmust, ezt ki lehet használni. Tehát sok introvertált ember megtalálta a helyét a Twitchen, mert úgy lehet megélni a közösségi életet, olyan, mintha úgy lehet megélni egy közösségi létet, hogy sok ember között van az ember, hogy ekközben az otthon a biztonságában nyomkod egy számítógépet, és <coughs> tudja, hogy bármikor megszakít, hogy bármikor ott van a lehetőség, hogy kimenekülhet a pibe. Ez sokat segít. Na, na, tessék. Itt lenne a munkai főnök a Nekem volt egy csomó ideig volt egy olyan parám, hogy figyeli a csatornámat a bolond. Mindig megjátszottam magát, mert azért próbáltam így túráztatni, hogy néz, nézheti-e, hogy olyan dolgokat mondottam, oly, olyan, dolgok, olyan témákat hoztam fel, amik, amikről a csatornámon csináltam videót, és minden jel, minden jel arra utalt, hogy nem nézi. Szerencsére. De az a baj, hogy mivel bolond, ezért kinézem belőle, csak azért is nézi, csak az a vagy okos bolond, szóval a főnököm egy pszichopata, nagyon, furcsa karakter, mert amúgy nagyon okos, nagyon logikus, nagyon racionális, nagyon számító, pszichológiában is otthon van, csak eközben pszichopata. Meg számtalan személyiségzavarra rendelkezik, meg csomó ilyen gondja van. Na és ő például olyan arc, akivel, akinél nem mondanék el akármit, a, úgy tűnik ezek szerint, hogy annyira nem olyan arc, hogy ugye akik ha random ide jön egy néző, akkor fogalmam sincs, hogy ő kicsoda, vagy ki lehet, tehát a számból nem lehet ilyet, ilyen következtetéseket levonni, hogy akkor most kinézi a műsor, de úgy tűnik, hogy idegeneknek könnyebben beszélek dolgokról, mint mondjuk a főnök, főnöknek tenném. Aztán persze lehet, hogy ő is itt van. Csá! Dementor. Igazából mindig dementornak szólítottalak a hátad mögött, remélem ez nem baj, munkahelyen is. És ez tényleg így volt, baszki. A munkahelyen elkezdtük Dementornak nevezni. Csávót. De mindig, amikor megjelent, akkor így el, el meghűlt a levegő, a képek lefagytak a falról, és elveszett a jó kedv. <laughs> Na, szóval ez ilyen. Már is egyébként most, most jelenleg ö, ötös, ö, öt szám, öt, 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 öt emberke van itt, és már is egy olyan érzésem támad, hogy most azért néha azért nem ártana egy vicceset mondani, nem? De igazából tök mindegy, mert <kül> nem sokára úgy is. Tehát ma azért gyűltünk ma itt össze, hogy pálferi előadásokat hallgassunk az élet értelméről. 600 kilométerre vagy. Hát, ez vicces. Úgyhogy nagyon, nagyon furcsák az emberi kapcsolatok. Minden ember máshogy viselkedik különböző közösségekbe. Mást is vár el a közösségeitől, Tehát nagyon bonyolultak az emberi kapcsolatok. Az egy... Nem is véletlen egyébként, hogy ennyire tudományos szinten foglalkoznak vele. Tehát az emberi lélek működését annyi szempontból vizsgálgatják, hogy az nem igaz. Egyet se lehet átlátni szinte. És még mindig nincsenek konkrét szakképzett válaszok. Tehát kócsok hazudnak, hogyha azt mondják, hogy tudják a megoldást. Nem tudja senki a megoldást. Túl sokféle ember van, túl, túl egyedi problémák és életképek. Nem lehet ezt általánosítani. Pál -feri előadások azok, amelyek olyan általános eszközöket adnak, amelyekkel egyedi hibákat is lehet kezelni. Tehát Pál Ferinek, meg egyébként amit Pál Feritól, az a pszichológiának is egy válasza, szóval Pál Feri az nagyon modern, abban a tekintetben katolikus pap mi volt a ellenére, hogy nagyon modern pap, szóval interneten jelen van, streamel, előadásokat tart, képben van a világgal, és a modern pszichológiából idéz, nagyon olvasott emberről van szó, tehát nagyon durva pontos filozófus emberek könyveit olvasta el. Úgy érzem, hogy nagyon szakszerűen szintetizálta le belőle magának a tudást, tehát nincs szükség arra, hogy én utána nézzek azoknak a szaros könyveknek, mert amúgy biztos nem olvasnám el azokat. De nagyon sok ilyen, tehát ilyen filozófus emberek nevét említi, hogy ennek a könyvét olvastam, most idézni se tudok, hogy melyik könyveket, de mint olyan Freudot is olvasott például, vagy Jungot, vagy ilyen retek könyveket én is elhatároztam már, hogy elolvasom ezeket a könyveket, de olyan unalmasan írják, hogy ez valami hihetetlen. Szóval nagyon szoktam értékelni, mikor valaki elolvassa az ilyen olyan könyveket, amiket én nem szívesen olvasok el, összefoglalja, megérleli magában a véleményét, amit alkot róla. Fontos, hogy a, az embernek a véleményét azt értékeljem. És akkor átemelhetem a, a következtetéseit. Pál Feri az egy olyan ember, aki nagyon sok könyvet elolvasott, és egyszerűen olyan összképet alkotott belőle, amelyet én egy az egybe képes vagyok átemelni. Példákon keresztül, modern pszichológiai fogalmakon keresztül, nagyon sok szempontból alátámasztott véleményt szoktam tapasztalni nála. Ezért lett egyébként korlátozás nélkül jóváhagyott előadó. Csá, undead girl! Te most félig vagy itt, a másik feled máshol van. Azt hogy csinálod? Deréktől fölfelé vagy lefelé? Vagy hosszában? Úgyhogy ez a szituáció. Korlátozás nélkül jóvágyott előadó, az azt jelenti, hogy én azzal szoktam szórakozni, hogy én jobban szeretek játszani, mint beszélni. Bár néha előfordul, hogy ennek cáfolatai mutatkoznak, de én tényleg sokkal pihentetőbb, amikor csak így ülök bambulok, és játszom. És ekközben pedig hallgatok egy előadást, én úgy szoktam főleg játszani, amikor mindig úgy szerettem játszani, most már jelentős részét annak is streamelem, hogy hallgatok valami fasz előadást, ami kicsit, kicsit, így mozgatja a gondolataimat, kicsit így valami, és, de azért annyira nem kell rá figyelni, minden, mindenféle podcastet szoktam berakni, vagy twitch gameplay videókat, vagy ilyesmi, leülök ide játszani, és akkor szépen miközben kiválóan szórakozok a játékkal, valami <coughs> stimulálja az agyamat, valami ne lehet gondolkodni, és akkor néha ilyen tök fasz szoktak kialakulni, ami, amit hallok az előadásban. És akkor hát én rászoktam arra, hogy ezt én kisztrímelem úgy, ahogy van. A Twitchen bármit lehet, most már olyan dolgokat láttam a Twitchen, hogy igazából bármit lehet. Van egy pszichopata csaj, aki, <laughs> aki több ezer, több tízezer ember előtt ilyen fül alakú mikrofonokat lefetyel a kis nyelvével, és ez a műsora ki. Ilyen, ilyen színvonal mellett én nyugodtan megengedhetem magamnak, hogy bullshit játékokkal játszom, és emellett jó kis előadásokat így bejátszok, gátlástanul lelopok az internetről, Youtube-ról szoktam bejátszani Pál Ferit meg az összes érdekes videót, amit megnézek, mindent Youtube-on nézek, és simán be, 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 becsalom ide, Belopom ide a cuccat. Úgyhogy, úgyhogy ez, 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 lehet, hogy ezt én csináltam, ezt a műfajt először, hogy értékes, általam értékesnek minősített előadásokat hallgatok játék közben. És ez, ez nagyon jó igaz, önigazolást teremt arra, hogy dokumentáljam a játékot, mert mondhatom azt, hogy nem azért kell itt lenni, hogy azt nézd, hogy játszok, vagy nem miattam kell itt lenni, hanem azért kell itt lenni, mert érdekes dolgokat tudsz hallani a pálferitől. És én megszűröm neked azt, amit befogadszol szóval a streamben csak olyan videókat szeretek bejátszani, amiket. Nagyon szívesen megosztanék másokkal is. Néha meg is osztok másokkal. Személyre szabotta. néha meg nem. Néha meg csak így kiszarom az internetre, mert oda, oda való. Értesüljetek Pál Feriről, nézzétek meg a YouTube csatornáját, kövessétek, beiratkozzatok fel. Pál Ferit szívesen reklámozom, ha magamat nem is. Akkor volt a fényponton, mikor bikini... Mi? Bikinőben, a lakásban, egy medencében, egy óriás banánon vagy hoddogon ült és bikini cserélt, ha pénzt küldtek, úristen, hát igen és néha, néha sajnos megfertőzi a tudatomat az, hogy ő van. Szóval néha észreveszem, hogy van. Látom, hogy 30 ezer ember nézi, akkor azért csak rákattint az ember, hogy baszki, mit néznek most 30 ezeren? És akkor agykárosodást szenvedek, ilyen frontális ütközés az agykárosodásba. Volt, hogy ezt három barátnőjével csinálta. Általában egyébként nagyjából nagyon nagy dózis, szóval bekapcsolni egy ilyen Amurnat, vagy mi a retek a neve a csajnak? Amurnat <kül> műsor, műsort bekapcsol, ez nagyon nagy sugárdózis. Ezt nem, nem sokáig viseli el a szervezetem. Nagyon gyorsan szöveti károsodást okoz az agyamban, szóval kb. 30 másodperc volt a rekordom, amíg még néztem. Plusz, ha kimentem valamiért a szobából, és itt ment a háttérben, de akkor nem, ugye, a radioaktív sugárzás a távolság négyzetével csökken, gömszimetrikusan, gömbfelületen ér, ér, bennünket a sugárzás, ha távol a távolatsz a monitortal, amikor amúrnat vagy mi a rák streamel, akkor a sugárdózis is csökken, mint a hang. Mint a hang is R csökken. Hang intenzitása. Egy hete volt házbemutató, óriás háza van, több emeletes saját fitness teremmel. Hát ja, tudja szarni a pénzt, ugye lehet látni, hogy ez lehet látni egyébként a világnak a romlását élőben. Szóval ma az internet világában közelről szembesülhetünk arra, hogy a marketing ipar hogyan működik, és Amburnat, ennek a marketing gazdasági iparnak egy eszköze. Tehát ő egy multi, multinacionális vállalat, az Amburnat. Azt a nőt te utálod. Nem tudod, mit képzel, hogy mit nyalogat épp, azaz el tudod képzelni, hogy mire gondol éppen. Hát igen, és nagyon átszellemülten csinálja, szóval Na mindegy, nem, nem, én nem nem, 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 tudom. Én se szeretem, ez, röviden ez a véleményem. Nem akarom hozzátenni, hogy szerintem káros, amit művel, de mert hogy ez vitákat generál, tehát közölni valamiről így offenzív, hogy káros. Káros az ammurnat, az, az, nagyon offenzív. Egyedül él egy 300 négyzetméteres házban, Befűteni egy vagyon nem gazdaságos. Szokták azt csinálni, hogy ilyenkor bezárják a szobákat, és akkor csak egy-két helységet fűtenek, de hát ő tudja, hogy ha neki így jó az élet, akkor nem tudom. Nekem, nekem nem biztos, hogy szükségem lenne egy 300 méteres házra. Vagy nem tudom, hogy nincs rá szükségem. Ugye ezért, ezért undorító a marketingipar, ezért nem tetszik nekem a marketingipar, mert azt használja ki, hogy az emberek értesülhetnek olyan dolgokról, amelyekről tudják, hogy akár lehetne is nekik. És már is, hogyha amíg az ember nem tudja, hogy mi az, ami nincs, addig nem zavarja. Ez egy nagyon kényelmes állapot, ez a boldogság állapota. Minden rendben. És akkor jön egy reklám, felugrik a képetbe egy reklám, ugye én eléggé támogatom az adblockert, hogy ne. Az adblocker az egy antivírus. Az agyamat védi. Úgyhogy önvédelmi cél használom az adblockert, mert manapság így a YouTube-ozal boldogan hallgatsz egy előadást, még olyan előadások is sajnos már bevetették a reklámokat, amelyeket az ember szívesen támogatna, tehát még Dávid Gyula videó alatt is láttam már reklámokat, de ott sem néztem végig. Pedig Dávid Gyulát aztán lehetne támogatni, szóval az a kedvéért megnéznék egy reklámot, ha kéri. De nem kérte, úgyhogy nem vagyok hajlandó, s továbbra se és az adblock az védi az agyamat, mert amikor egy reklám így az képet ugrik, akkor értesülsz róla, mi az, amit nincs, de lehetne. És akkor onnantól kezdve már igényed van rá sajnos, és akkor már szeretnél olyat szerezni, meg tudod, hogy olyanod lehetne, és lehet, hogy ez kiváltja azt, hogy elkezdesz küzdeni azért, hogy olyanod legyen. Például elmész egy másodállásba, hogy még több pénzt tudjál összegyűjteni, hogy meg tud venni azt a dolgot, amit lehetne. Úgyhogy ez, ez egyfajta rabszolgaságként élem meg, és a, Emberi elm ellen vétett erőszaknak érzem meg a reklámokat. Reklámot én egyébként a baráti körben képzelem el, szóval na mindegy. Szóval nekem tetszik ez a multilevel marketinges gondolat, de ugye az nem működik, mert az emberi kapcsolatok ma nem tökéletesek. De az az lenne az igazi jó, amikor a barát értesítene a reklámról. Tehát egy barát az reklámozhatna, mert tudja, hogy mi jó nekem. Ez, a, ez lenne hivatalosan a Hagyományos, szakrális emberi kapcsolatoknak a feladata, hogy olyan reklámot szolgáltasson, ami arra épül, hogy mi az, ami jó neked, mert a reklám az nem figyeli meg azt, hogy neked mi a jó. Tehát nem gondolhatja egy reklám azt, hogy neked egy új okos telefon például jó lenne. Ez hazugság. A barátok azok viszont ismernek téged, és tudják, hogy neked mi a jó. Ők tehetnek ajánl ajánlatokat, meg javaslatokat. Őtőlük fogadnál el szívesen reklámot. És az a reklám az ideális esetben nem, nem lenne káros hogy barátok reklámozzanak egymásnak dolgokat, az a véleményem. Na, most itt uh, ez történik, hogy autót szerelek, itt még össze kell gyűjteni a karakternél pár tapasztalati pontot, már mindjárt megvan, és utána már csak egy tévét kell szétbarmolni. És akkor végre útnak indulhatunk, úgyhogy <kül> na most uh, elkezdjük hallgatni a pálferit. Nem szereted, amikor Instán mutogatják magukat az emberek, hogy nekik milyen jó. Például rubin Réka rubin, <laughs> rubin Réka napi 20 posztot is feltesz instára, hogy milyen boldog mutogatja magát. Egyébként a <laughs> sas István, mondjuk Rubin-réka az nem éppen z-generációs, de mindegy. Sas István, Tarianna Mária, meg Almási Kitti. <laughs> Ezek elég modern karakterek ők tök sok ilyen érdekes előadást tartottak a Youtube-on, lehet, hogy majd azokat is előkeresem egy ilyen streambe, hogy meghallgassuk. Nagyon sok érdekes tanulmányt olvasgattak azzal kapcsolatban, hogy az internet milyen hatással van az emberi lélekre. Tehát egy modern világban élünk, egy új evolúciós nyomás nehezedik az ember, ez az internet világa. Az emberi idegrendszer nincs felkészülve arra, hogy az internet világának sebességét, ugye a végtelen információ feldolgozását azt befogadni képes legyen. Szóval most az történik, hogy az emberiségnek át kell menni egy ilyen fejlődésen, hogy az internetet hogyan képes beilleszteni életébe. Az egész emberiségnek. Szóval nem az, hogy egy ember hogyan kezeli az internetet. Az egy ember tudja nagyon jól kezelni az internetet. Megtalálhatja a lényegét az internetnek. Vagy az ő helyét az interneten. De társadalmi szinten az internetet nem tudjuk kezelni. És akkor hát pont ilyenek vannak, hogy a narcisztikussá válik a társadalom, elkezdik az emberek az életük legjobb oldalát bemutatni, élet egymást ugye is másolják, tehát látják, hogy hogy élnek a mások, ebből értesülnek arról, hogy hogyan is lehetne élni. És akkor törekedni kezdenek arra, hogy úgy éljenek, persze nem sikerül. Akkor hazudnak egyet, hogy a legjobb oldalát mutatják be annak, amit sikerült elérniük. Ugye nem tudják feltétlenül értékelni azt, amit sikerült elérniük, még annak is a legjobb oldalát kénytelenek megmutatni például az instán. És akkor ez persze más emberekben is elindítja ezt a láncreakciót, hogy akkor ők is megpróbálnak jobban teljesíteni, aztán kinek hogy sikerül. Szóval ez egy érdekes jelenség, de most ne térjünk ki. Hallgassunk inkább Pál Ferit, mert az életértelméről fog magyarázni. Az első részét azt már tegnap meghallgattuk, nekem nagyon tetszett, és most valószínűleg további példákat fog hozni, ezáltal még inkább elmélyítjük megértésünket az életértelmével kapcsolatban. Te például tehetsz neked ajánlatokat új processzor ügyben, hagyjuk, nem? Majd, majd megbeszéljük, hogy, hogy miért nem. Na, tehát Pál Ferit kell hallgatnunk. És az életértelméről fog magyarázni. Meghallgatjuk ezt a faszakis előadást, chaten szépen beszélgethetünk róla, hogy, hogy mi a vélemény az adott gondolattal kapcsolatban, chat végén pedig visszajövök, és kiderül, hogy még egy Pálférid, mert a harmadik részét is megtaláltam. Legalább három részes. Három részes ez az életértelme, de azt hiszem láttam már negyediket is, úgyhogy négy rész, négy részes az életértelme. Azokat mind meg fogom örökíteni itt. Ja. Hadd hát szóljon. Jó? Pál Feri életértelme YouTube-ról 2014. Második hó 28. Ez ellenőrzöm, hogy ez az a videó, amit megnéztem. Mert lehet, hogy van, ő is trollkodik néha címekkel. Az a, az a YouTube csatorna az internet, hogy Pál Feri, így egybe, És van, van egy csomó videója, 34.700 ember követi, legalább. Ezt néztük tegnap. Mit néztünk tegnap? Hol van az? Új, itt van egy előzmény, na mindegy. Ú, uh, lehet, hogy rosszat választottam ki. Ott az első, ott a második rész, az van kiválasztva. Séma. Aj, <coughs> küzdök a youtube ban mindjárt elindítjuk. Sőt, mint belindítom, jó? Ezt meghallgatjuk, mert ez biztos jó. Na, na csá! Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Érdekes hatással van rám ez a csönd, amit elterült köztünk. Sokféle érzést hozott bennem elő. Egyikről se akarok beszélni. Mert hiszen nem azért jöttem, hogy erről számoljak be, hogy mit érzek, hanem hogy egy nagyon fontos témába menjünk tovább, ami nekem egyébként szívem csücske, és Örülök nagyon annak, hogy rendszerbe sikerült foglalnom most mindazt, amiről részenként olyan gyakran beszélek, ez pedig az, hogy az élet értelmét hogyan tudjuk megkeresni, megtalálni, vagy megadni, a saját életünk értelmét kijelölni, megnevezni, értelmet adni, hogy mind a három is lehetséges, hogy megkereshetem, megtalálhatom és értelmet adhatok. Ugye ez a nagy témánk, és aztán ezzel összefüggésben alapvető mindaz, amit Viktor Emmanuel Frankl mondott, hogy az élet értelme föltétel nélküli, nem csak a fiatalok életének van értelme, nem csak az egészségeseknek az élete értelmes, és a többi, és a többi, hogy az élet értelme kihívás és fölszólítás jellegű. Tehát személyes, kihívás és fölszólítás jellegű, és nincsen semmilyen föltétele. Ez az alap, amiről indultunk, és innen néztük meg, hogy egészen konkrétan a leghétköznapibb, de sokszor legkritikusabb élethelyzetekből kiindulva, milyen módon találhatjuk meg, kereshetjük meg, és nevezhetjük meg, és adhatjuk meg az életünk értelmét. Szerintem ez elég jó kis téma. Ráadásul azért, mert a tapasztalat azt mutatja, ez az egész jó, így megyek, még így is látok mindenkit. Csak az a baj, ha ide nézek, ott nem látok senkit. De, ha ide nézek, akkor meg jobbra-balra nem látok senkit. A perifériás látásom nem elég jó. Így már valami. Szóval, szóval, hogy az foglalkoztat bennünket nagyon, hogy az életünkben Mekkora jelentősége van annak, hogy az élet értelmét megtaláljuk, megkeressük, megnevezzük és megadjuk, mert Maszló piramisa, tudjátok, hogy már Maslow által is kiegészítettetett. Mm. És ő maga, aki egyébként érzékeny volt mindarra, amit észrevételként mások mondtak, mikor ő leírt, hogy legalapvetőbb emberi szükséglet egyáltalán életbe maradni, túlélni, táplálékhoz jutni, és aztán utána, dö, 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 mint ennek a piramisnak a legtetején volna ilyen úri huncottság, hogy ön megvalósítás. És akkor milyen sokan mondták neki azt, hogy na, 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 de hát az élete nem igazolja, hogy ez csak így van. Hát hiszen vannak hősök. Vannak olyanok, akik éppenséggel vállalnak éhezés, szomjazást, a biztonságuk teljes elvesztését másokért. Hát akkor náluk ez, ez fölborult, akkor ők nem normálisak? Sere nyilván azt mondta, hogy de nagyon is normálisak. És maga Maszló is kiegészítette ezt a piramist, és azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen éppenséggel az ember voltunkhoz, és ahhoz, hogy az életünk értelmét megtaláljuk, azok az élmények nagyon nagy segítségünkre vannak. Amikor az a klasszikus, nagyon egyszerű fölállás, hogy ameddig nincs kaja, ideges vagyok, és ameddig nem kaptam vacsorát, nem tudok normálisan beszélni a feleségemmel, hogy ez lehet másképpen is. Ezek az élmények nagyon sokat segítenek ahhoz, és visszafelé is látjuk, ahogy a most két héttel ezelőtt ez a 46 éves amerikai hollywoodi színész Oszkár túl mindenestül megölte magát. Éppenséggel ő mindent birtokolt abból a klasszikus piramisból, ahogy Maslow ezt legelőször fölírta. Volt mit enni, volt mit inni, volt háza, gondolom, nem egy, nem kettő. Volt minden, ami ehhez kell. Hírnév siker, egy millió lájk. Like. Hogy hívják? hogy szémur, ezt bizom. Ez akkor azt jelenti, hogy éppenséggel az életünknek nem egy pillanatában azt fedezzük föl, hogy mindenünk meg lehet abból az alapvető piramisból, és azt gondoljuk, hogy az életünknek semmi értelme nincs. És mi ezt keressük, hogy mi az, ami értelmet ad akkor is az életnek, ha mindenünk megvan. Ez sokkal izgalmasabb, mint egy egész életet arra fecsérelni, hogy legyen meg mindenünk. És amikor valaki véletlenszerűen elérte azt, hogy mindene megvan, akkor rájön, hogy az is kevés. Hogy nem is azon múlt az élet. Hogy mindenem megvan-e vagy nem. És egyébként pedig gondoljunk azokra, akik valamilyen születési rendellenességgel érkeztek a világra, múlt alkalommal beszéltünk erről, akkor nekik esélyük se lenne. Akkor az egész életüket azzal kellene tölteni, hogy egy olyan hiányjal küzdenek egy teljesen nyilvánvalóan vereségre ítélt harcot, amiben csak veszíthetnek. Mert ő nekik már sosem lesz kezük vagy sosem lesz lábuk, ők már sosem lesznek egészségesek, és a többi. Azt is mondhatnánk akkor, hogy nem érdemes az életet elfecsérelni arra, hogy mindenünk meglegyen. Hát erre biztos nem, hanem inkább azt érdemes megtalálni, ami sokkal fontosabb annál, mint hogy mindenünk meglegyen. Ez izgalmas, nem? Hogy van valami, ami fontosabb annál, hogy mindenünk meglegyen. Hát ez nekem tetszik. és akkor így gyorsan csak ismétlés, ismétlés. Első, hogy nehéz élethelyzetekben egyszer csak elkezdünk okokat keresni, de mi az oka ennek, és megtalálunk egy okot, és megnyugszunk. Azt mondjuk, hát ez az, akkor rendben van. De van, hogy valamilyen okföltárása nem segít nekünk. Erről beszéltünk. Akkor keresünk valami célt. Sose tudjuk, mi volt az oka, attól még az életemnek lehet célja. És mikor megtaláltam az életem célját, egyszer csak jól vagyok. Bár az okokat sosem tudom meg. De lehet, hogy ez is kevés. Lehet, hogy tudok okokat, meg tudok nevezni célokat, és nem elég. És szükségem van arra, hogy lényeget meg tudjam látni, hogy ezért érdemes. Hogy ezért meg ezért nem érdemes lehet. Az egy értékes cél, hogy ez így legyen, és nekem mégsem érdemes ezért. De van valami, amiért érdemes, ez a lényeg. Aztán, hogy valami összefüggést tudok látni. És azt mondom, hú, hát ez hű, hű, hű. És hogy meglátom az összefüggést, egyszer csak valami elrendeződik bennem. Há. Hát, hogy egyáltalán van valami rend, ugye, hogyha összefüggésben tudok látni valamit, vagy folyamatiságában tudok látni valamit, egyszer csak önmagában attól, hogy így látok valamit, lesz egy olyan benyomásom, hogy rend van a világban. Vagy valami rendezettség van. Akkor lehet, hogy valami rendező is van, ha már valami rendezettség van. Hogy akkor valami helyet tudok találni magamnak ebben a rendben, vagy rendezettségben. Aztán beszéltünk arról, ez aztán igazán nagyon izgalmas két pont volt, hogy nem csak kereshetjük, kutathatjuk, föltételezhetjük és megtalálhatjuk az életünk értelmét, ami fontosabb annál, hogy mindenünk meglegyen, hanem az életünknek értelmet adhatunk is. És itt két dolog volt nagyon kiemelkedően fontos, és úgy tűnik, hogy néha, vagy az egyikre, vagy a másikra, vagy a harmadikra van szükségünk, aki mindig csak azt tudja, hogy a célok által talál az életének értelmet. Lehet, hogy egy ponton ez nem lesz elég, és valami új működésmódra lesz szükség. És akkor emlékeztek, hogy képes vagyok dönteni, hogy a döntésem révén értelmet adok az életemnek. Hogy nem egyszer az történik, hogy valaki elvész az értékek világában azért, mert mindig, amikor döntés helyzetben van úgy igazán és komolyan, akkor azt a döntést nem akarja meghozni. Azért, mert azt mondja, hogy ha döntök, akkor bizonyos értékeket majd kizárok az életemből, azok már úgy sosem lesznek benne, ezt nem akarom, és ettől káoszba fullad belül az élet. Nagy dolog. Nagy dolog. Töntések révén értelmet adni az életemnek. Ez nagyon nagy emberi teljesítmény, de szeretnék rögtön néhányatokról embertelen terhet levenni. De erre iszom egyet. Ez pedig az, hogy szoktam nektek mondani azt a fölismerésemet, amikor Például a mamutban egyszer csak valaki kedvesen integet nekem, Feri, Feri, oh, hello, emlékszel még rám? És igen, nem szerda volt, ilyenkor mindenkire emlékszem. És akkor kedves köszöntés, látszik, hogy örültek nekem, én is örültem neki, és mi mielőtt belebonyolódtunk volna valami, azt mondja, hát tudod, hogy te engem, vagy minket? Igen, tudom. Második mondott, ó, már nem élünk együtt. És csak ezután értünk közel egymáshoz. Tehát a készfogásomban benne volt már a zavar, hogy na, na, most mi van? Na ez is egy ambivalens érzés, hogy egy szia, de örülök neked, a nem jóját neki. Hajos, most azt sem tudom, hogy viszonyuljak hozzá, most, most mire reagáljak. Hogy most, tehát ilyenkor, hogy látjátok, a folyamat orientáltság nagyon hasznos, tehát akkor szakaszolok. öt másodpercig örülök, mert mégiscsak az is reális, utána. És az, aj, de szomorú vagyok, ó, ezt, ezt nem esik jól hallani. De nagyon örülök, hogy találkoztunk! De hát ez a hír az egész súly és akkor szakaszolva sikerül valamit megélnem, különben káosz lesz ideben, de majd erről még szeretnék beszélni. És ezek az élmények vezettek oda, hogy egyszer leültem, na tudom, hogy többször is, most nem nagy képüsködni akarok, mindig állva élek, de leültem, és elgondolkoztam azon, hogy most körülbelül az az ezer házas pár, akit eskedtem, ez durva, nem? Igen, én kicsit ráhúztam. Mikor életem első esküvőjén túl voltam, <laughs> tényleg így volt. <laughs> nem mondanám, hogy nagyon önfeledten tudtam ott lenni. Ezért átérem, átérzem mindenkinek a kinyát, aki az esküvőn nem csak örül. És akkor azt mondja, Jóba vagyok azóta is velük, együtt vannak. Gratuláltam nekik, hát ez nagyszerű volt. És akkor azt mondja a fiatal férj, volt már akkor fél órára a férj, hogy Feri, mi most elindulunk egy minőségi munka irányába, neked a mennyiség marad. <tos> <tos> És hát a látnoki képességekkel bírt, Tényleg így. De, és hogy elkezdtem ezen töprengeni, ahogyan egymás után a mamutba megszólítottatok, azzal, hogy már nem éltek együtt. Hát ez sokféleképpen szólított meg, hogy mondjuk mit csináljak ezzel, meg, jaj, nem tudom, mi van. És aztán föltettem azt a kérdést, hogy egyáltalán ti komolyan gondoljátok ezt? Igen, volt bennem egy ilyen dühött kérdés. Hogy mi én ott bevetem magam, ti meg ott bizony, csak lézengtek, nincs jobb dolgot a kép aznap, és akkor... De akkor szembesítettem magamat az élményeimmel, hogy hát, talán egy-két kivételtől eltekintve valami nagyon nagy zavarodottságot láttam. Az volt a benyomásom, hogy amikor valaki azt mondja, hogy én téged... most nem merek senkire se nézni, tehát akkor rád nézek, hogy, a... hogy Én téget feleségül veszlek, hogy az, az komolyan hangzik. Hogy, hogy nem, 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 ha. Szóval, így mondhatnám, a vállások arányában nem hallottam komolytalanul ezt a mondatot, hanem komolynak hallottam. Ott és akkor nem hallottam hogy hát. És akkor ez sokat segített, rájöttem arra, hogy aznap biztos komolyan gondolta. tényleg ide jutottam. És hogy ezért, mikor azt mondjuk, hogy a döntés révén meghozni az életünk értelmét, megnevezni, megjelölni, akkor minél kevésbé van szilárd önazonosságunk, annál nehezebb a dolgunk. Ha egy belső szétesettségben vagyok, nincs, valamennyi lesz szilárd identitás önazonosság, nincs, aki döntsön. Ha nagyon gyenge itt benne a főnök, aki azt mondja, hogy így lesz, és utána ez a hang elérhető belül, akkor aznap van úgy, meg egy hétig, és aztán annyi minden lesz még, hogy... Tehát az egy nagy terhet jelenthet valakinek, aki éppen azon küzd, mondjuk egy fiatal ember, hogy egyáltalán megszilárduljon az identitás. Hogy egyáltalán legyen benn valami tartás, hogy azt mondogatjuk neki, hogy döntsön. Mire föl? Inkább, hogy kire föl? Nincs belül, aki döntsön. Vagy még ha születik is döntés, nincs, aki tartsa magát hozzá. Mikor fiatal pap voltam, a szép idő, akkor volt bennem egy naivitás, amit kívülről nagyon megerősítettek sokan, hogy hát az a baj, hogy ma a fiatalok hosszan húzzák ezt a serdülő kort, úgy harmincig, és tényleg azt tudjátok, hogy a szakirodalom erről beszél? Harmincat mondanak. 30 éves korig elhúzódó serdülés és utána lép be az ifjúkorba. Ezt, ezt, ezt sose adunk meg. Mert ezen múlna, nem múlna. Tulajdonképpen volt benne valami logika. Tehát ha most a többségünk már 70-80 évig él, végül is. Tehát azt a gondolatomat is át kellett vizsgálnom, hogy miért volna jó az, hogy 20 éves fiatal embereket ráveszünk, hogy mindenképpen házasodjanak meg. Hogy ez tulajdonképpen miért is jó? Na, egy valami miatt biztos jó, a biológia miatt. Amiatt biztos. 24 év, az már csúcs. Hát ez, ez a realitás, tehát utána már a dolgok lehezülnek. Ez önmagában egy belső konfliktus teremt, hogy biológiailag 20 évesen volna érdemes szülni, és ráadásul nem egyet. Biológiailag úgy volna jó. De hogy egyébként a személyiség fejlődésben 30 évesen lépek az ifjúkor kapujába, a kettő között van egy nagy feszültség. Miért hoztam ezt ide? Azért, mert hogy akkor nagy kérdés, hogy Érdemes -e rávenni valakit 25 évesen, hogy hozzon már meg egy döntést, mikor nincs, aki belül döntsön. Vagy ha van is, annyira instabil. Tehát döntés révén értelmet adni az életemnek, és megnevezni ezt az értelmet a döntésem révén. És aztán az nagyon izgalmas lehet, hogy újra dönteni, vagy elköteleződni a döntés mellett. De már erről is beszéltem. Nem akarom ezt most hosszan ragozni. Hogy van egy pont mindig, amikor rájövünk, hogy dönteni nem elég. Mert elköteleződésre van szükség. Ugye a döntés időben való megvalósulása az elköteleződés. Tudok ilyeneket, ez, ez, ez. És a másik, ahogyan értelmet adhatok az életemnek, nem mindig csak keresek, meg kutatok, meg hol van, segíts már hol van. Hanem azt mondom, fogalmam sincs, hogy mi az oka, mi a cél, milyen folyamat, milyen összefüggés, semmit nem értek. De én akkor is így és így cselekszem. Hogy a tetteimmel megadom az életemnek az értelmet és az értelmét. Megélem a tetteim révén, hogy lehet, hogy van betegség a világon, nem tudom, nem tudom, miért kell ennek lenni, hogy gyerekeknek miért kell betegnek lenni. Nem tudom, és nem tudom, és nem értem, de mondhatom azt, hogy lehetőségeim szerint cselekedni fogok a beteg gyerekekért. És ahogyan nekiállok cselekedni, egyszer csak nem egy elméleti kérdésben, mint valami bákumba beszippantva tehetetlenkedek, hanem azzal, hogy cselekszem hogy kinövöm ennek a kérdésnek ezt a teoretikus kínzó részét. És rátalálok arra, hogy tudok így értelmes életet élni. A cselekvés révén. És akkor értelmet adok az életemnek. Ez a kettő kihagyhatatlan. Vannak nagyon sokan, akik mindent megtesznek, csak nem döntenek és nem cselekednek. Nektek akkor nehéz egy idő után. És sokan vannak, úgy látom ezt, hogy ülnek, ülnek, és úgy várják, hogy valami megszülessen. De már az nem úgy megy, ott már szülni kéne. Emlékeztek a sok doktor kedves hölgyismerősömre. Komolyan, hát olyan sok esze van a hajába, több ész van, mint az egész fejemben. Legkomolyabban is, amikor szült, hát ismeritek a történetet. nem? De. Na, hát a... <laughs> Akkor jó, akkor megyünk tovább. Csak a gyors ismétlés kedvéért. Hogy tele volt a feje okosság, mit, hogyan kell, és mikor kell, és mikor nem kell. És persze, mintha nagyon okos volt, tudta, hogy ő csak egy anya. Ezért nyilván a szülész orvos tudja legjobban, hogy mikor, mi, hogy van. És akkor megbeszélte vele, hogy az orvos mindig megmondja, hogy mikor, mit kell csinálni. Mert hát ő a szakértő. És tényleg így volt. Szült, és időnként kikérdezett, hogy most? És az orvos ezt csinálta vele fél óra, egy óra, és mindig mondta, most ez, most az, most így, most úgy, és ő. Ott nyolcadszor kérdezték, doktor úr, most? Akkor az orvos azt mondja, hát most már szülje meg. Ennél jobban nem, nem tudom elmondani, hogy mit jelent az, hogy most már hagyd a fejedet. Most már jöjjön ki az ő feje. <laughs> most ne a magad feje körül keringjél, hanem segíts valakinek megszületni. Aztán majd visszatérsz a fejedbe, és nem tudom, mi történt az előző tíz percben, de lett egy gyerekem. Na, most hogy vagy? <laughs> Jó, tehát döntés, cselekvés. Akkor idehoztuk azt, hogy van, hogy az élet értelme föltárul egy élmény nyomán, miközben tulajdonképpen nincsen megértés. De az élet értelme megjelenik, és hoztam azt a példát, hogy egyszer csak, és tényleg, édesanyja, aki végig úgy volt, hogy el akarom vetetni a babámat, és csak már nem tudta elvetetni, mert a negyedik hónapban volt, és, és meglátja, hogy a kezébe adják, egyszer csak azt mondja, hát teljesen világos, hát itt van. És egyszer csak élményszerűen benne van, hogy az életének van értelme, hát itt a baba. Nem értett meg semmit, csak élményszinten megragadhatóvá vált számára, hogy itt az életem értelme. És akkor beszéltünk arról, hogy van, hogy az életünk értelmét a kapcsolatokban lejjük meg olyan értelemben is, hogy egyáltalán fölismerjük azt, hogy nem vagyunk egyedül. És ez hirtelen föltár, hogy ja, hát, ha nem vagyok egyedül, ja, ha veled is megtörtént. Ja, hát ez veled is volt, akkor, akkor úgy el tudom hordozni. Hogy milyen sokan voltak, átéltek valami borzalmat. És akkor azt mondták, most az lesz akkor az életem célja, hogy elmondom mindenkinek, hogy ez van, vagy hogy ez volt. Hogy tudják meg az emberek azt, hogy ez volt, és már nem is az az érdekes, hogy én velem megtörtént, mert velem ez már megtörtént. Hogy ilyen értelemben nem magam miatt mondom el, hanem azért, hogy mindenki tudja, hogy ez megtörtént, és hogy lehetőség szerint én hozzájáruljak ahhoz, hogy másokkal ne történjen meg. Így az élet értelme föltárul abban, hogy nem vagyok egyedül, hogy vannak mások, és hogy a másokhoz kapcsolódok, ez elkezdi föltárni az életem értelmét. Frankl biztos valami olyasmit is hozzátenne, hogy na ebben jól megmutatkozik az, ahogyan értelmet adunk a szenvedésünknek. Hogy lehet nagyon gúzsba kötötten szenvedni, és nagyon szabadon szenvedni. Tehát, hogy rátalálunk arra, hogy nem vagyunk egyedül. Ez adhat értelmet az életnek. Pusztán a rátalálás, nem vagyok egyedül hogy veled is megtörtént. Na, jó? Most behoznék még néhány teljesen máshonnan való megközelítést, és utána egy témában szeretnék elmélyülni, ami egy nagyon fontos szempont, hogy hogyan tudom megtalálni, megnevezni, és Dönteni és cselekedni az életem értelmére vonatkozóan, de előtte egy fontos mondat. Mikor ezt mondom nektek, hogy fogja a babát a kezébe, akkor nagyon sokan hajlamosak ezt úgy kifejezni, hogy itt az életem értelme. És akkor ránéz a babára. Képzeljük el, hogy szerelmes vagyok, ránézek valakire és azt mondom, te vagy az életem értelme. Ez nagy tévedés. Ezt fontos kimondani. Mikor az, hogy az emberi kapcsolatok révén megtalálni az élet értelmét, az sosem jelenti azt, hogy ha a legnagyobb szerelem is kapott és sodort magával, és ez nagyon jó, hogy az realitás lenne, hogy azt mondjam, hogy te vagy az életem értelme. Mert az egyik ember a másik életének nem értelme, hanem egy kapcsolat révén fölismerem, hogy az életem értelmes. Hogy te, a veled való kapcsolat segít engem ahhoz, hogy fölismerjem, hogy az életemnek van értelme. Érzitek a különbséget? Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és azt mondom, te vagy az életem értelme, és te nem vagy, akkor azt mondtam, hogy az életemnek nincs föltétel nélkül értelme. Az életem értelmének az a föltétele, hogy te vagy. Akkor nincs az életemnek értelme. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy a gyerekeim az életem értelme, hát az nagy bar, főleg a gyerekeinek. Akkor nagy együttérzésem van a gyerekek felé, most lehet, hogy sokan dühösek lettetek rám. Nyilván nem a megfogalmazáson akarok lovagolni, meg nem is a ti érzékenységteken. Hogy nyilván most kisarkítok valamit, és általában ezt így szoktuk mondani, nem biztos, hogy azt gondoltok alatta, amit konkrétan a mondat jelent. De ha én azt mondom, hogy a gyerekeim az életem értelme, akkor ezzel azt mondtam, hogy az életemnek nincs értelme? Csak a gyerekeim révén van értelme? Akkor ez azt jelenti, hogy én nem vagyok szabad, de a gyerekeim se. Akkor nem engedhetem meg magamnak, hogy a gyerekeim szabadok legyenek, mert ők adják az életem értelmét. Akkor nem lehetnek akármilyenek, nem is cselekedhetnek akárhogy, nem is dönthetnek akárhogy, esetleg nem távolodhatnak el tőlem, nem lehetnek boldogtalanok, nem szúrhatnak el tíz évet az életükből. Egy kapcsolatban ugyanígy. Ha valaki azt mondja, te vagy az életem értelme, ennél ijesztőbb mondatot nehezen tudok elképzelni egy kapcsolatban én a olyan jófajta skizoidként hallanék egy ilyen mondatot, hú, de is haragudjatok, nincs az a millenáris, ahol én maradok. Idáig futottam a mondat elől. Ezért emlékszem a papnevelő intézetben például, és leülök ehhez, mert olyan drámai számomra. Hmm. Egyszer csak rájöttem, hogy nem akarok minden áron pap lenni. Ez nagyon fontos fölismerés volt. Szóval az életem célja, vagy nem tudom micsodája, ez, 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 pap leszek. Ha nem is akárki hívott meg rá. Mm. Mm. És ott a papnevelő intézetben rájöttem, hogy akkor tudok jó pap lenni, hát már most, ahogy én azt elgondoltam, hogyha szabad viszonyt alakítok ki a papsággal, nem a személyekkel, értitek már. Ha azt mondod, az életem értelme, hogy a műszaki tudományok doktora vagyok, és segítek az embereknek a hidakkal, amiket tervezek. És képzeljük el, hogy 60 évesen beteg leszel, és nem tudsz több hidat tervezni. Nehéz lesz. Tehát amikor az az életem értelme, hogy ez vagyok, az vagyok, így vagyok, úgy vagyok, tehez hozzá tartozom, te vagy a fiam, lányom, ember, orvos vagyok, a legfenköltebb dolgok, egészségedre. Akkor én itt tennék kis kérdőjeleket, meg szívecskéket, hogy ne legyen olyan ijesztő. Csak. Hogy... A helyzet inkább úgy áll, hogy találtam egy tevékenységet, amit hivatásszerűen képes vagyok gyakorolni, döntöttem és cselekszem, és ebben megtaláltam az életem értelmét. De nem az az életem értelme, hanem abban megtaláltam azt, abban fölfedeztem, abban megélhetővé vált, fölismertem, és azt élem és gyakorlom. Ezt a különbségtételt muszáj volt elmondanom, mert ez nagyon lényeges. Jól van. Nem, nem volt meggyőző, hogy visszanéztetek rám. De ez... azt mondja, most akkor egy összefüggésbe szeretném helyezni ezeket a pontokat, hogy hogyan találhatok rá az életem értelmére, és aztán valami gyakorlatias dologra mennék majd még bele. Az egyik, hogy az, hogy az életem értelmét miben tudom megtalálni, az generációról generációra is változhat, illetve hangsúlyok, súlypontok is átalakulnak. Nagyon megrázó fölismerés volt számomra, külföldön élő magyar testvéreimnél, hogy nagyon sokan, akik elmentek Londonba, Helsinkibe, Brüsszelbe, Luxemburgba, Stockholmba és bárhova, hogy az első generációsok, akik kimentek, hogy milyen sokan, főleg és gyakran Erdéből, délvidékről, felvidékről, nehezebb anyagi, fizikai, társadalmi körülmények, szociális körülmények közül, nem egyszer az volt, az volt, hogy egyrészt szeretném valahogy kifutni magam valahogy egy nagyobb szabadságban valamit megélni, megvalósítani, micsoda klassz dolog, és milyen sokakban benne volt az, hogy a gyerekeimnek, a gyerekeknek, a gyerekeimnek szeretnék egy jobb kezdést, valami többet, valami jobbat, hogy nekik ne kelljen már ezen a 25 dolgon veszködni, hogy ők hadd indulhassanak egy, egy jobb talajról, és akkor nőjenek túl minket. Ez milyen nagyszerű, hogy én megküzdöttem érte, de nekik már ezt ne kelljen végigcsinálni. És akkor elhagyni a szülőföldet, a hazát, mindent, ami, ami most így úgy amúgy, az egy csomó kötődés, az identitásnak része a, oj, a szülőfalu. Ez az, az identitás része. A táj, ez itt van benn. A honvágy mutatja nagyon jól, ez az önazonosságunknak a kedvenc tehenünk is része. Így van. Így van. Hát a kedves állataink, akik hogy ne volna az önazonosságunknak része? Része bizony. Na most, az első generáció, aki kimegy, azt mondja, rettenetes áldozatokat vállalok, egy csomó szenvedést vállalnak, gyűrődést, újrakezdést, nulláról építkezést, egy csomó veszteséget, szinte egy belső meghasonlást. De látják, hogy ennek van értelme. Mert ebben az egészben ők megtalálják az életük értelmét. És akkor elkövetkezik egy fordulat, ami szinte tabu. Ez az, hogy a második generáció, mikor kisgyerekek, még minden rendben van. Egyszer csak úgy fölmerül, hogy na hát a gyerekeim svéd gyerekek. Azért azzal is meg kell küzdeni. Gyerekeim amerikai gyerekek. Angol gyerekek lettek a gyerekeim. Hogy? Egyébként ez hogy történt? Ez rendben van, rendben van, de most angol gyerekeim vannak nekem. Hogy lettek nekem angol gyerekeim? És akkor ezek az angol gyerekek, 18, 28, 38 évesen, azt mondják, hogy á, mi visszaköltözünk csíkba. Ott csinálunk egy kis valamit. Ez mi -e itt? Vagy ezek az amerikai gyerekek ott lézengenek. Ide bóklászik, oda bók, azt se tudja, mit csináljon, hogy legyen. A második generációnak mindaz, ami az első generációnak nem, hogy értelmet adott, értitek, fölfedezte benne az értelmet, nem, hogy nem fedezi föl benne az értelmet, hanem az, ez mi? És nem egyszer az az érdekes, hogyha több generációt nézünk, hogy nem egyszer a harmadik generát, az unokák azt mondják, na jó, van ebből elég. amiért a nagyszüleik szinte mindenüket oda tették. Hogy például, ha valaki komoly szegénységből jön, ez megrendítő volt ezzel találkozni, hogy jöttek hozzám párok, és beszéltek a konfliktusaikról, hogy ez így nehéz, és úgy nehéz, és... Most, ha jó módú házas felekkel beszélgettem, akkor például a biztonság, anyagi, jólét, kiszámíthatóság ennyit se ér. Nem ér. Képzeljük el, hogy van egy ügyes férfi, viszonylagos jólétben Magyarországon nőtt föl, és jön egy nagyon-nagyon nehéz körülmények közül valaki Kárpátaljáról. Aranyos kislány. Elmondják a konfliktusaikat, és én hallgatom, és azt mondom, oh, a nem jóját, hát én rosszat sejtek. Ebből nem lesz vákiás menet. Szóval, amit egymással csinálnak, hát ez nagyon durva. Öt év múlva még mindig együtt vannak. Meg tíz év múlva meg húsz. Tulajdonképpen, ha csak azt nézzük, ami köztük zajlik, azt mondom, ay hát negyed annyiért szoktak emberek azt mondani, hogy gyerünk a válló. Mihez? Nem nem voltam még, nem jártam arra. És akkor azzal találkozni, hogy például valaki, aki egy, egy komoly létbizonytalanságból és szegénységből érkezik, furcsa lesz, amit mondok, többet el tud viselni. És azt az, amit ez a srác maga ügyességével itt teremt, és most biztonságban vagyok, és központi fűtés van, és ez van, és az van, és van mit enni, és a gyerekeimnek, és nem kell mindig, hogy a pénz, hogy nekem ez jó. Ez nekem így rendben van. És ő megtalálja az élete értelmét egy olyan helyzetben, amiben egy jobb módból jövő valaki azt mondja, hát ez elveszi az életem értelmét. Hát éppen, hogy elvesztem itt ebben, ezt, nem, hogy megtalálom. Uh. Tehát van egy összefüggés, amit nagyon-nagyon érdemes látni. És most összekapcsolok két dolgot, most képzeljük el, hogy az az első generációs férfi és nő, aki elment Kárpátaljáról Erdéből, hogy megcsinálja a szerencséjét, és mikor ők 70 évesek, és azt látják, hogy hát, hogy a gyerekeik, unokák meg már otthon vannak Kárpátalján, és akkor fölteszik a kérdést, hogy ennek mi értelme volt? ezt tulajdonképpen miért csináltam? Tehát most lettek holland unokáim, ők már most magyarul se beszélnek, nem tudok beszélni az unokáim. Hollandul beszélek az unokáim. Hát, te biztos nem ezért jöttem ide, azt tudjuk. És ez nagyon nagy terhet tud jelenteni. Sokszor ez egy akkora, akkora téma, hogy nem is mernek róla beszélni. Ezért mondtam, hogy tabu. Mert ha elkezdenénk róla beszélni, egyszer csak közel kerülne az, hogy mindaz, amiben én megtaláltam az életem értelmét, az szép lassan valahogy folyamatában az élet történet a több generációban, minthogyha át lenne húzva. Az. Na, de nagy dolog, hogy például, ha valaki ezt megéli, akkor megtalálja az élete értelmét ebben. Ebben a helyzetben is megvan az élet értelme. Meg lehet találni, meg lehet nevezni. Uh. Um, világégések után. Az első generáció miben találja meg az élete értelmét? Nagyon gyakran mi is elég ahhoz, hogy értelmesnek tudja megélni az életet? Az első generáció avval, hogy túlél. Azt mondja, Ottli Gézát kérdezték arról, hogy milyen volt a háborúban. Azt mondja, hogy a háború, de könnyű volt az élet. A riporter, micsoda, hát semmi dolgunk nem volt, csak túl kellett élni. És pontosan lehetett tudni, hogy ezt kell csinálni. Hát ennél tisztább, egyszerűbb helyzet, és azóta minden össze-vissza van. Akkor bezzek, élni kell. Ez a cél. Kész. Na, az első generáció megtalálja az élete értelmét, hogy valami retteneten túlmegy, és utána egyáltalán azzal, hogy él. Például egy állami gondozásból jövő valaki, állami nevelőintézetből. Ha ő semmi más nem tesz, mint hogy megházasodik, van két gyereke, és az életet egyszerűen csak végig csinálja, az tapsot érdemel. Az összes gratulációnk. Még hozzá tesszük azt, hogy bár pusztán azáltal, hogy ezt megteszi, messze múlta azt, amit ő kapott. Az, hogy ő ezt egyszerűen csak egyik napról a másikra teszi. Ez. Meghajlok. A nagy társadalmi háború és a többi. A második nemzedéknek már nem elég, hogy él. A második nem, nem, azt, azt él, jó, jó, de mit csináljak vele? Ő akkor nekiáll, és akar valamit, valamit, valamit teremteni, csinálni, valami... És mit csinál a harmadik generáció? Semmi. Ez tehát, 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 rossz esetben semmi. Nem én ennél, ennél pozitívabban látom. A harmadik generáció jár terápiára. Ezt a legkomolyabban mondom. Mert. Mert az első két generációnak... Nem volt arra se ideje, se energiája, se semmije, hogy azzal bíbelődjön, hogy mi történt ideben, meg hogy azzal mit kell. Diktátorok gyermekei. Na, na. Én igazán néztem ezt, a, két részt láttam, nem tudom mennyi volt. Többenetesen érdemes látni. Nagyon. Hogy a, a a gyerekek, a diktátorok gyerekei, vagy az áldozatok túlélők gyerekei, tulajdonképpen, ha annyit tesznek, hogy, hogy az egyik oda tud menni, a diktátor fia, hogy az első részben láttátok talán, afrikai diktátornak a fia oda megy egy áldozatnak a fiához, és azt mondja, bocsáss meg, kérlek. Bocsáss meg. Hát akkor valami olyasmit tett, aminél többet már egyszer nem is kell. Hogy egyáltalán valahogy bele tudott állni abba az életbe, amit a mondjuk így az apjától örökölt. Ne, ne, nincs többre szükség. Ezt beleállt, és azt mondta, De a, az unokák nemzedékének ez már nem elég az unokák azt mondják, hogy második rész, ugye Göbbelsznek a, a, nem tudom, hogy mondják pontosan, mi -e? vagy ki -e volt ő? Nem. Un, valami unoka, vagy másod unoka, testvér, vagy valami ilyesmi volt, nem. Lehet, hogy egy előadásra nem lehet ilyen fölkészületlenül jönni. Tényleg most eszembe jut. Tanultam, hogy hogy kell jól történetet mondani. Szerencsére akkor tanultam, amikor már tanul, megtanultam jól történetet mondani. Hát akkor biztos összezavart volna. Mit tudom, hogy hogy kell jól történetet mondani? de most hirtelen eszembe jut, azt mondják, minden fölösleges információt hagyjunk ki. Úgy ezt szoktam csinálni, már hogy nem hagyom ki. A második, ha valamit nem tudunk pontosan, semmi szín alatt nem mondjuk. Mert hiteltelenné teszi a történetet. Na, tessék. Így jártunk most. Két hiba, két mondatba. Dörva, dörva. Szóval, hogy ott van valaki a másodfokon unoka szinten, más harmadik generációban. És hogy ő neki van arra esélye, hogy azt mondja, hogy, hogy én nekem az már nem élet, hogy, hogy túléltem, hát ez, hát engem nem fenyegetett már semmi. Az se, hogy egyáltalán csak ideálok vagy odaállok, ez se, hanem nekem valahogy az életemet most itt belül is el kell rendezni. Odakint meg belül is. És ő neki mi a nehéz? És tulajdonképpen az emberi életnek ez egy, ez egy döbbenetes realitása hogy az unokák, ha akarják, ha nem, ha a szüleik és nagyszüleik nem rendeztek el sok mindent, az unokák elkezdik azt elrendezni. És persze az nagyon nagy jelentőség, hogy ebben a rendezési folyamatban egyszer csak eljutok oda, hogy azt mondom, ezt apámnak kellett volna elrendezni, az az ő dolga. Nem, ez nem az én dolgom. Ez tényleg nincs elrendezve, de ez az apám dolga lett volna. Az a nagyapám dolga lett volna, azt se nekem kell elrendezni. De azt nekem kell elrendezni, hogy mindenkiről megmondom, hogy mit kell elrendeznie neki. Meg mit nekem. És hogy ezt a, ezt a dolgot nem tudom megúszni. Vagy meg tudom úszni, és akkor a dédunokák meg már csak... És hogyha ezt ilyen kollektíve csináljuk, akkor van az az űrzavar, amiben ma élünk. Ja, hogy Nem, nem, nem generáció a generációra átörökítjük az elrendezetlen dolgokat. És akkor kisel azt se tudjuk, hogy hol, hol vagyunk. Mi, mi a mi életük, mit kéne nekünk, és és közben van ez a belső indítatás, hogy elrendezni a szüleink, a nagyszól a a összes a összes sorsát, az igazságát, a jogosságát, mindent valahogy egyensúly teremtés ez lehetetlen. Hát ez, ez, nem tudunk két-három nemzedéket helyettük. De hogyha mindez nem tudatos, akkor akarjuk. Akkor van ez a káosz, ami most. Hogy két-három nemzedék történetét mindenki magára veszi, ez nem tudatos dolog, ez az emberi élet. És megpróbáljuk az ő nevükbe az, 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 mindent. Tehát itt egy nagyon értékes dolog van. Az emberi természetnek ez a társas jellege, hogy belül hivatlanul föl vagyunk szólítva arra, hogy elrendezzük a történeteinket. Több generációban. De az elrendezés nem azt jelenti, hogy mások helyett el tudnánk bármit is rendezni, hanem hogy meg tudjuk mondani, hogy az nem az én dolgom. De közben ki tudom fejezni a sajnálatomat amiatt, amit valaki nem rendezett el, hiszen van valami közöm hozzá. Nem az a közöm, hogy nekem kell elrendezni, de az közöm, hogy kifejezzem a sajnálatom. Vagy hogy elismerjem egy más valakinek a jogosultságát valamiben. És mondhatom azt, hogy én nem tudom és nem is dolgom ezt jóvá tenni, de a magam nevében állva, veled szót, szót értek, szót találok, és ezt. ezt érthető -e ez, ahogy mondom, hogy ez úgy, úgy. Tehát látjuk tehát, hogy az élet értelme, hogy egy összefüggésbe helyezve még mennyivel sokkal finomabb szövésű dolog. És hogy, és hogy ugye milyen sokan, amikor segítőhöz jöttök, mentek, megyünk, nem tudom, hogy akkor milyen gyakran van az, hogy hurcolunk valakit, hogy atya, változtassa meg! hogy ma egyre többen vannak egyébként minden héten jön legalább egy szülő hozzám. Legalább egy, ami azt jelenti, hogy három. Hogy a fiam 16 éves, nem csinál semmit. Lányom 28 éves, nem csinál semmit. Fiam 40 éves, azóta nem csinál semmit. Ennek az a nehézsége, hogy kívülről senkinek nem tudjuk megadni az élete értelmét. Mert az személyes. Tehát megtalálod, megkeresed, fölismered, eldöntöd, megcsinálod, így lehet, de nem tudunk kívülről élet értelmet adni. Egyszerűen ez lehetetlen. Tehát az sem felelősségünk, hogy mások életének értelmet adjunk. Ilyen felelősség nincsen. Olyan van, kapcsolatban vagyok veled, és megtehetek mindent azért, hogy egy olyan helyzetet teremtsek, amiben te fölismerheted. Ezt, ezt lehet. Jó. Jó. Á, még itt, mit, miket akartam én mondani? Hm. Például, Egyházi valóságunk, De generációk, hogy most így biztos vagytok azért páran egyházhoz tartozó, kutatások szerint egy páran vagytok. De lehet, hogy maga miatt beszélek erről picit, hogy diktatúrában önmaradtunk, ez nagy dolog. Ugye mindenféle sebével, árnyékával, árulásával, hősiességével, mindenféle szín van itt, kérem szépen, ami csak létezik, önmaradtunk. Ebből kialakul az, hogy nemzedék, egy-két nemzedék átadta ezt, hogy megmaradni, kitartani, hősiesen helyt állni a zivatarban. Egyszer csak történt egy fordulat, és minden nagy szervezet ugye olyan, mint a medve. Hát, így. Ha elaludtak az öt hónap, tehát. Ha. Most idén nem annyi, most egy kicsit. De ha egyszer a medve elindul, a nagy szervezetek ilyenek. És hogy? Például nemzedékek konfrontálódnak azon, hogy 60-70-80 éves atyák azt mondják, helyt állni, kitartani, állni a végeken, két asszony van a misén. Nem baj! Annál hősiesebb, amit teszek. Ezek is elmennek nem soká, de én itt állok. Ezt a fiatal papot büntetésből elhelyezték akkor egy kicsi helyre. Ez valódi történet. Ez a 70-es évek eleje. Köbö. Hétköznapi misén senki nem volt a templomba. De úgy, ahogy mondom, nulla. Ezt két dolog enyhítette. Az egyik, hogy a papot volt, és őt mégse nevezzük senkinek, a másik pedig az az egyházi hagyomány, hogy van sekrestés. Így aztán a sekrestés mindig időben jött, hogy be tudja engedni a levegőt, és kinyitotta a templomot szépen, és a pap kiállt, és a nyilvános misét elmondta tök egyedül. Most a sekrestés érdékelte a realitásokat, egyébként is megvolt a magához való esze, és akkor jóba volt a pappal, azt mondta, ide figyelj, hogy megengedett, hogy mise közben az én közben dolgozzak. És képzeljétek el a hát felőlem, hát mi hát, mit helytállunk, itt az, az mert csak még, még magasztosabb, amit csinálunk. És ott volt a kedves, most direkt mondom, Feri bácsinak hívjuk, ő a mise alatt takarított. Hát mi az ember, tehát gondoljátok, hogy a sekrestéségből meg, meg, lehetett élni? Mi 70-es években? Hogy lehetett volna már? Tehát ő neki dolgozott, rohant, ezer dolga volt, hát egy, értétek, egy tök üres templomot kellett takarítani hétről hétre, hát mindennek van határa. Úgyhogy azt mondta, ha ha is itt vagyok, már megúszom két buszjegyel, és akkor, és takarított a mise alatt, és azt mondja az atya, hát ez érdekes volt, volt, volt egy olyan közösség élményem, mert én persze hangosan miséztem, az úr legyen veletek, és akkor Feri bácsi mondta, Ő és a te és, a, és, akkor ment tovább a mise, emeljük föl szívünket, de akkor már onnan szólt a válasz, hogy fölemeltük az úr. Széttártja, áldjon meg benneteket a mindenható, és az ám meg. Hát mégis be volt imádkozva a tér. Abban nem volt hiba. Hát most egy, egy ilyen valóságban, hát ott áll valaki, ez 60-70-80 évesen, értitek, hát a semmi közepén megáll a reverendába, és azt mondja, atya, fiú, szent lélek nevében, hát ennek van értelme neki. Ő ebben megtalálja a papi és egyéb életének az értelmét. És minél lehetetlenebb, és minél kevesebben járnak, és minél, minél agyamentebb már a helyzet, annál hősiesebb, amit tesz. Most az a kérdés, hogy van-e egy következő nemzedék? Meg esetleg egy rákövetkező? És akkor azt mondjuk, hogy hát most... Egyrészt jó szándékúak vagytok velem, másrészt nem értitek félre direkt. Tehát merem azt mondani, hogy, hogy mikor például én egy generációval odébb vagyok, én meghallom ezt, hogy kitartás meg helytállás, én olyan ideges leszek, de komolyan, tehát kevés kifejezéstől tudok annyira feszült lenni, mint hogy helytálni, kitartani, megbolondulok ettől. Egyszerűen azért, mert én odébb vagyok 20-25 évvel. És ami hősies és értelmet ad annak a 70-80 éves atyának, az egy 50 éves papot bosszant. Helyte ezért? Vagy miért? Vagy mi a templomért? Hogy itt áll, még, át is ölelem, azt le ne bontsák. Hát, Rendben vagytok ezzel, vagy. vagy Újabb nehézség, hogyha például a következő nemzedék, mondjuk az utánam jövő azt mondja, hát azért az idős atyáktól van mit tanulni. Tényleg szóval kitartani, helytállni. Tehát kultúránként, nemzedékről nemzedékre, az az összefüggés, amiben vagyunk, nagyon is meghatározza, hogy miben és hogyan látjuk és találjuk és nevezhetjük meg az élet értelmét. És akkor itt ugyanaz, mint a gyerek, szülő, pedagógus, szakértő, hogy de nagy dolog, hogyha ezt nem egymással szemben akarjuk érvére juttatni, hanem fölismerjük mindenkinek az igazát. Hogy milyen rettenetes volna kétségbe vonni, hogy az az élet nem értelmes. És hogy itt lehet látni, hogy sokszor konfliktusok azért fajulnak el, mert nem érik el azt a tudatos szintet, hogy tulajdonképpen mikor te valami más csinálsz, mint én, ezzel rákérdezel arra, hogy és akkor ez most értelmes volt? Vagy csak értelmes volt a te életed? Hogy... És ezért azzal a kérdéssel főleg visszanézünk az életünkre, nem, nem könnyű vele szembenézni. Ahogyan, és mondom, annak a nagyszülőnek, aki elindult Erdélyből, Fölvidékről, akárhonnan, és azt írja, hogy ezért csináltam ezt az egészet. Tehát itt mekkora nagy dolog, hogy elismerni azt, hogy generációról, generációra, helyzetről, már olyan helyzetről, szituáció, helyzetről, helyzetre, másban lelhetjük meg súlypontosan azt, hogy mi is az életem értelme. Hogy ez nem, nem kell egymást lekaszabolni. Hogy én azért találhatom meg abban az életem értelmét papként, hogy az biztos, hogy nekem nem elég, hogy helytáljak. Hát belegondolok, bele gondolok, hogy az életemben nem történik más, mint hogy kitartok. Ugye ez a sírik tartó hűség. Nekem ez a... Hát... De hogy én azért találhatom meg most valami másban az életértelmét, mert az előttem lévő nemzedék a kitartásban megtalálta az életértelmét. Mert ha ő abban nem találta volna meg, csak abban, amiben én, akkor az ő életének hol lett volna értelme? Hiszen ő többet nem tudott, mint hogy kitartani. Ezért én hálás vagyok az előző nemzedéknek, meg az előző kettőnek. Mert amiben én nem látom meg az élet értelmét, abban ők nem csak meglátták, hanem talajt adtak arra, hogy én most másban tudjam meglátni. Ezért köszönöm szépen, idős atyák! És milyen nagy dolog, amikor az unokák egyszer csak elismerik a szüleiknek, a nagyszüleiknek az erőfeszítését. Te köszönjük, hogy itt vagy most, 30 évesen érzem ezeket a nehézségeket, hogy visszaköltöztem csíkba. Most-most nagyapa. Ezt köszönöm. Nagyapa, köszönöm. Most-most megértettem, hogy milyen, milyen ingyen szórta nekem az élet. Most értem, miért jöttél el. Hey, Ejhaj. Aztán tulajdonképpen itt bele is kaptam a következő pontba, hogy az élet értelmének a megtalálása nemzedékről nemzedékre súlypontokat válthat, és egy életem belül is, Lehetséges az természetesen, hogy ami, amiben megtaláltam az életem értelmét 20 évesen, az 40 évesen semmi, a 40 évesen valami másban találtam meg, 60 évesen visszanézek, azt mondom, de fontos, hogy azt megtaláltam, de ez már most nekem édes kevés. És, 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 és. Hogy a személyiség fejlődésben is van egy természetes íve annak, hogy nem találhatjuk meg az életünk értelmét egy életút során mindig ugyanabban. hanem bizonyos dolgok azért változnak. Lehet, hogy valami biztos talaj van, de. Ha. Ezért nem véletlen, hát persze én átpolitizált valami, ez, hogy életpálya modell. Például nem látom, hogy nekünk papoknak lenne életpálya modellünk. És ez nem könny egészségedre. Ez nem könnyíti meg a sorsunkat. Most képzeljétek el, hogy most nem tudom, érdekel titeked, hogy egy pappal. Nem tudom, csak így ide pöttyíteket nektek ebből valamit. Képzeljünk el egy papot, mondjuk 24 évesen felszentelik, ez egy ilyen hagyományos menet. Hát 24 évesen szeptemberben fölkészíti a gyerekeket az első áldozásra, és azután decemberben megrendezi az első pásztorjátékot, játékot, vagy misztérium játékot. 24 éves. 34, 44, 54, 64, 74. Ugye 75 éves korban megy nyugdíjba, most akkor 75 évesen 51-szer fölkészíti a gyerekeket az első áldozásra, 51-szer megrendezi a misztériumjátékot, Bölcsek jöttek napkeletről Betlehembe, hogy hódoljanak az úr előtt, megnyitották kincses ládáikat és ajándékokat adtak át, aranyat a fölséges királynak, tömjént az igaz Istennek, és bírhát az úr szenvedésére. Nem csodálom, ha egy pap ugye ez alatt az 51 dolgos év alatt néha egy kicsit úgy ellankad. Mondjuk a 17. évben egy kicsit úgy megszédül. És csak kicsit úgy, úgy hallja, hogy már most túljutott az, hogy bölcsek jöttek napkerekről, betulálni, hogy hol Valahogy ez most úgy, 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 ment el, hogy nem, nem ez, hogy hát még jó, hogy tudom kívülről, de talán egy kis lelket kéne belevinni. mirhát az úr Ezek a szavak már most semmit nem jelentenek, hogy mondom, tehát az élet értelmének a megtalálását, azok a rendszerek, amelyekben vagyunk, és amelyeket mi egyébként megteremtünk, segíthetnek, és akadályozhattak rettenetesen. Ezért van egy felelősségünk a rendszerek iránt, amelyeknek a tagjai vagyunk. Na hát, furaj nem tapsolták meg. Jó volt. Jaj, és izgalmas kalandokban veszek éppen részt. Kiterelem ezeket a zombikat a lakóhelyem környezetéből. Felsztekkelem <coughs> őket, meg ilyenek. még visszaállítom a hangokat. Kb. így. Ez pedig itt ide. Így már egészen más hangja van a játéknak, olyan békés volt eddig. Nagyon hangosak amúgy a zombik. Szóval a Pál Feri elő, előadás az életértelmére az megint csak megint csak megfelelő volt. az, az volt a kedvenc gondolatom az egész műsorból. Hogy vajon az, akinek mindene megvan, annak mi lehet az értelme, ha már mindene megvan? Ez egy nagyon érdekes gondolat, mert az emberek hajlamosak szerintem elmerülni abban, hogy mindenük meglegyen, de ez tényleg így van. Tehát ez a modern fogyasztói társadalomban egy teljesen általános gondolat, hogy azért kell folyamatosan küzdeni, hogy mindened meglegyél, ez azt jelenti, hogy legyen rohadt sok pénzed, mert ha rohadt sok pénzed van, akkor majd akkor lesz lehetőséged olyan dolgokat csinálni, mi boldoggá tesz. Tehát ezért kell rohadtul ezzel foglalkozni. Ajaj. Jaj, hogy ez kiskerítés. Elfogyott a lőszerem egyébként. Na hát ez már elég ellenséges környék a városban. Itt óvatosan kell majd manőverezni. Nem szabad túl sok zombit magam köré rántani, pláne, hogy lassan majd kezd el fáradni a karakter. Pár dolgot átrakok még az inventoriába. Bár mondjuk ezek olyan dolgok, amiket így annyira nem lehet átrakni. Nem árt, ha ezek kéznél vannak, de így most legalább nincs terhelve. Szóval jó, jó volt ez, tehát ez a pálferis téma, ez mindig, ezek a példák, ezek nagyon erőteljesek. Amikor valaki becsületből csinálja például a dolgát. Na, ezek a zombik nem maradnak le? Például ezek a pakok, papok, az milyen para, amikor ott van egy templom, senki nem jön el a misére, és akkor egymagadnak tartod ott a szentmisét. Ez kicsit olyan, mint a kezdő streamerek élete. És azért milyen jó, hogy a, az egyház az azért előírja azt, hogy egy sekrestésnek is kell lennie ott, és akkor ott ketten el vannak, így válaszolgatnak egymásnak, megvan a minimális kapcsolat. Tehát úgy tűnik, hogy az egyházi rendszerben ezek bele vannak építve, tehát gondolom nem véletlenül rakták oda, hogy a sekrestésnek ott kell lennie azért mindig, amikor a papis ott van, mert hát társaságra van szükség, és azért így meg lehet oldani, meg ilyen vicces történeteket lehet ebből csinálni. És hát persze ez, ez -e, ezek ilyen nagyon komoly életértelme, amikor valaki ennyire megtalálja a hivatását, hogy ezt szívesen megcsinálja, és hát persze előbb-utóbb ennek meg lesz a gyümölcse, mert ez a jó Meg a becsületből kitartani, amikor elkezdeni cselekedni, mert ugye az mégis azért mozgásba kell jönni, tehát a passzivitásból azért ki kell törni, és mindig majd csak a cselekedetek lesznek azok, amelyek igazán számítanak, ahhoz néha energiát kell befektetni sajnos, és ilyen esetekben azért Szóval az sokat jelent, hogy elfelejtettem, mit akartam mondani. Szóval, hogy a becsületből, vég... Igen, a becsületből végrehajtani azt, tehát, hogy csak azért csinálok valamit, mert elhatároztam, hogy azt csinálom, megfogadtam magamnak, hogy megcsinálom, és hát csak, hogy hű maradjak magamhoz. A becsületem miatt meg is csinálom, és akkor, amikor az ember végül is megcsinálja, az lesz munkájának az értelme, hogy a folyamatban így megtalálja önmagát, hogy én azért megcsináltam, becsületes voltam, és kitartottam a elhatározásom mellett. És ugye ez még kitért a pár fél, a pár, párkapcsolatokra is, tehát, hogy az az igazi jó párkapcsolat, ahol az emberek így elhatározzák, egy tudatos döntés után elhatározzák, hogy na akkor ezért a kapcsolatért megéri küzdeni, és meg is teszi becsületből. Lesznek olyan minden emberi kapcsolatnak, vannak olyan részei, amikor nem, nem szeretnénk küzdeni, szeretnénk csak így kimenekülni a problémából, és elbújni, vagy nem tudom, el hátrahagyni egy kicsit a, azt a környezetet, de, de igazából az építi a kapcsolatokat, hogyha az emberek kiállnak egymásért, akkor is a nehéz időkben, amikor éppen a hormonok nem annyira tombolnak. Ugye hát ez, ez a veszélye párkapcsolatoknak, mert sokszor előfordul, hogy évekkel később kezdenek csak múlni a hormonok hatásai, az ember kezdi megszokni azt, hogy a párja az mindig ott van, és akkor elmúlik ez a szerelemérzés, és jönnek a nehéz idők, és akkor is sajnos ki kell tudni tartani. Mert az durva, hogy tehát életen át azért mindig jobb lesz úgy, hogyha ott van egy ember, aki, akire lehet számítani, akit már ismersz, és tudod, hogy milyen reakciók, milyen reakciókat váltanak ki. Lehet, hogy, lehet, hogy nehéz elviselni egyes tulajdonságait, ugye még mindig a kulcsos példá, példán több amit ami tegnap hangzott, hogy ez mennyire durva párkapcsolat lehet, ahol az emberek attól kiborulnak, hogy meghallják, hogy Közeledik a lépcsőházban a párjuk. De ilyen is van, de mégis kitartanak egymás mellett, mert sokkal jobb együtt, mint külön. Na mindegy, ez ilyen érdekes. Na most elhúzok egy pillanatra, mert ilyen egyéb házi dolgokat kell csinálni, aztán majd később visszajövök, és akkor meghallgatjuk a Pálferinek a harmadik részét, ami szintén az élet értelmét taglalja. És akkor folytatom ezt az érdekes kalandot. Itt a városban megint ki kell tisztogatni a zombikat. Most így fogom tisztogatni őket, hogy elcsalom őket, nem ölöm meg őket, hogy aztán majd visszajöjjenek. Nem ez a brute force megoldást, hanem elterelgetem oda őket, ahova nekem a szimpatikus. Jó, na akkor innen folytatjuk a következő alkalommal. Ennyi lett volna mára, köszönöm a figyelmet, sziasztok!